Köszöntöm nézőinket, a stúdiónkban Hajdú Zsolt, az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság elnöke. Szervusz, köszöntelek. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm én is a nézőket. Az idei költségvetési tervek elfogadását követően hogyan alakult a bizottság élete és lehetőségei a pályázatokat tekintve? Szerencsére még most is, mint ahogyan talán jó néhány periódussal ezelőtt arról tudok beszámolni, hogy a város költségvetése, még ha vannak is olyan korlátai, amelyek itt az utóbbi időszakban megjelentek új elemként egy városi költségvetésben, de szerencsére a mi bizottságunk életét nem nehezíti meg, mármint abból a szempontból, hogy a kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani. És hát ez olyan, mint akár bármely család életében, vagy bárhol is, amelyhez források szükségeltetnek, és nem véletlenül kérdeztette is ugye a költségvetést, hiszen a város életének, de így a mi bizottságunknak is megalapozója az, hogy megfelelő forrás áll rendelkezésre. És ebben mind a képviselőtestület, mind pedig a hivatal vezetője is nagyon támogatólag áll mellénk, és elfogadja azokat a javaslatokat, amelyeket mi teszünk. És hát ugye ezt is már többször beszéltük, annak ellenére, hogy például az oktatási intézmények már nem az önkormányzat fennhatósága, hanem állami fennhatósága alá tartoznak. Az is egy szegmensét, egy részét képezi az életünknek. És természetesen nagy figyelemmel vagyunk az itt maradt óvodákra, tehát a nevelési intézményekre, a civil élet támogatására, illetve hát pályázatokat írunk ki. Aktuálisan most is van, tavasszal is volt, nem feledkezünk el azokról, akik sokat tesznek a városért, akár a civil életen, akár a sportéletben hírnevet hoznak, dicsőséget a városnak, erre is igyekszünk odafigyelni. Hogyan telt akkor így a bizottság nyara? Milyen tennivalók voltak az intézményekben esetleg? Ha még megengeded egy pillanatra tavaszra, vagy tavasz végére, az örömteli volt, mert például emelkedett, még mondom ezt szűkös idők ellenére is, hogy tudtuk támogatni, és én ezt intézményvezetőként is örülnék, ha kapnék Pesterzsét intézményvezetőként, továbbra is támogattuk az intézmények különböző programjait, amelyek egyébként egész évre húzódnak, tehát tavasztól kezdve egészen az őszi évvégi periódusukig, különböző versenyeket, iskolai rendezvényeket, tehát ez is ugye önként vállalt feladat, nem kötelező feladat az önkormányzatnak, és ugye a hatalmas civil pályázati támogatási csomag, nevezzük így, hogy hatalmas, de ez viszonylag nagyságrendileg pénzben 15 millió forint, ugye, amelyet szétoztunk, szintén a késő tavasz nyár elején indította be a civil életet. A nyári időszak az ugye a bizottság életében az egy picit szünet, de most már két éve, talán lehet ezért is kérdezhet, nem júniusban írjuk ki a diák ösztöndíj pályázatot, ugye ez hagyományosan az évvégéhez kapcsolódott, mert azt tapasztaltuk, hogy akkor már úgy hirtelen mindenki a nyárba szökken ki, és elfeledkeznek a pályázat lehetőségéről, és amióta ősz elejére írjuk ki a határidőt, tehát visszaérkeznek az iskolába, elkezdenek pályázni, akkor ez azóta van, azóta megzúdult a pályázók száma, és mi ezt tudtuk egyébként, hogy nagyon sok tehetséges, jó tanuló, kiváló gyerek van a dunaharaszti iskolákban. Itt ugye az a feltétel, hogy itt lakjon és itt tanuljon, tehát általános vagy középiskolában. És egy konkrét számadattal akarlak elképeszteni, 95 pályázó volt tavaly, amiből egyébként, és itt is köszönet a költségvetésnek, a korábbi 2 milliós keretet 4 millióra, sőt 4,2-re emeltük, hogy 70 gyereknek tudjunk pályázatot adni, ez 60 000 forint, ami tehát 10 hónapra régen úgy volt, hogy havonta folyósítottuk, most az egyszerűség kedvéért ugye egyben kapják meg, tehát 60 000 forintot kapnak ezek a diákok, amelyet szabadon használhatják föl reményeink szerint arra, hogy fejlődjenek, hogy olyan eszközöket vásároljanak, olyan dolgokat mélyedjenek el, amelyhez valami kis anyagi segítség. Tehát tavaly pályázatnál egyébként 60, most tegnap benn voltam a hivatalban, látom, hogy ilyen stózban állnak az újabb pályázatok, úgyhogy nagyon köszönjük pedagógus kollégáinknak is, mindenkinek, akik odafigyelnek ezekre a gyerekekre. Most már az a helyzet, hogy sajnos válogatnunk kell, tehát a legjobbak kerülnek. Ugye ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez nem szociális jellegű pályázat. Tehát nyelvvizsgák például középiskolásoknál, általános iskolásoknál is elsősorban a minél jobb, magasabb szintű eredmények, tehát a regionális, területi, országos eredmények. Itt egy pontozásos rendszer van, az szerint kaphatnak a diákok támogatást. Úgyhogy nagyon örülünk neki, és ez is, ami ott van a támogatandó célok között. De újabb más típusú kérések is érkeznek. És a beérkezett pályázatokat meddig fogjátok elbírálni? Most csütörtökön lesz a bizottsági ülés, úgyhogy frissiben vagyunk. Csütörtök reggel 8 órakor, épp összeállt az anyag, és csütörtökön fog dönteni a bizottság, úgyhogy lehet izgulni.
Szerintem a jövő héten, vagy akkor tájt közé tesszük, ugye egyrészt a város honlapján is meg szokott jelenni, később mostanában azt már az újságban nem, de a város honlapján közé teszik, illetve személyesen nyilván a megadott cím alapján kiértesítik majd a pályázókat. Igen, és ha visszakanyarodunk a nyárra, igen. Hogyan telt a nyár? A nyár is sok minden olyan programmal telt el, amely, és ezt köszönjük megint a civil szervezeteknek, amelyet megtöltöttek programmal, és tudtunk támogatni. Továbbra is támogatjuk egyébként a táborokat. Tehát például a nyári napközis tábor, amely 3 millió forinttal támogatjuk a költségvetésben azokat a gyerekek, azoknak a gyerekeknek a nyaralási lehetőséget, akiknek esetleg nincs módjuk olyan táborokba menni, amelyek mondjuk komolyabb összeget kérnek. De magam is például részt vettem, meghívtak néhány olyan helyre, ahol különböző programok zajlottak, amelyek vagy helyszínt, vagy összeköttetést, vagy akár konkrétan a bizottság egyedi kérésre, mert mondom, vannak a bizottságnak olyan lehetősége, amikor a kulturális sport és egyéb életből támogatásokat tud nyújtani olyanoknak, akik ezt igénylik. Úgyhogy a nyár nagyon izgalmas és programdús volt, és ezt köszönöm szépen minden résztvevőnek, aki a szabad idejét vagy a nyári időszakát áldozta arra, hogy dunaraszti gyerekeinek vagy dunaraszti közönségének színes programokat teremtsen. Ugye lezajlott a tanulmányi diák ösztöndíj pályázat, milyen lehetőségek lesznek most, milyen programok esetleg? Még amit említek, és talán szintén erényeink közé tartozik, és most is van, ha már a bizottságülésre fokuszálok, ami most lesz, olyan karitatív program támogatása, amely sokakat érint, például a Bárka Egyesület, remélem, hogy sikerül támogatást adni a bizottságnak, illetőleg most is van olyan sportoló fiatalnak támogatása, ezt is a bizottság egyedi döntés alapján történik, akik nem a mi városi nagy sportegyesületünkön, ami egyébként most már 11 szakosztályt foglal magába, a DMTK, tehát igen, gazdag palettát nyújt, visszagondolok a 20 évvel ezelőtti időszakra, amikor gyerekeim, még a nagy gyerekeim kicsik voltak, akkor jóval szűkebb volt ez a mesdje, és ez nagyon jó, hogy a gyerekeink, fiataljaink, hiszen nem csak gyerekekről van szó, többféle szakosztályban próbálhatják ki magukat, és versenyezhetnek. De vannak olyan gyerekek, akik ugye olyan szakosztályban, vagy olyan sportágban tevékenykednek, amely már itt nincs mindenre lehetőség. Nemzetközi eredményeket elérő, sikereket, dicsőséget dunarasztinak hozó gyerekek. Például ilyen támogatást is tudunk nyújtani. Van ilyen most is kérvény előttünk, úgyhogy biztatjuk azokat, akik tényleg kimagasló eredményt érnek el, hogyha szükséges, akkor igyekszünk nekik is támogatást nyújtani. Úgyhogy az ősz eleje erről szól egy picit, ugye egy kicsit mégiscsak a támogatásokról fogunk, de az iskolák esetében pedig most egészen friss élmény, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, épp a tegnapi pénzügyi bizottság ülésen, ahogy ültem, polgármester úr említette, hogy a Szigetszent Miklósi tankerület, amely ugye ezeknek az oktatási intézményeinknek, amelyek itt Harasztin vannak a fenntartója, nagyon élő kapcsolat, és ők is van, hogy időnként hozzánk fordulnak bizonyos kérdésekben, majd a következő testjelölésen látható, azért nem mondom még, mert nem szavazta meg a testület, hogy itt is olyan döntés született, amely szintén kapcsolatos a dunaszti iskolában tanuló gyerekek sportéletével, de a tankerület kezdeményezésére történt, ebben is nyújtunk támogatást, jó és kell is, hogy ilyen élő kapcsolat, ahogy szoktuk mondani, a mi gyerekeink járnak ezekbe az iskolákba, hát akkor nem vonhatjuk ki magunkat mögülük. Utána pedig ráfordulunk a következő év tervezésére, úgyhogy az őszi bizottsági ülések, majd már a beszámolókról, most kapjuk például a DMTK éves beszámolóját, áttekintjük, hogy hogyan működött a szakosztály, intézményi beszámolókat fogunk kapni, azokat is megnézzük, úgyhogy van dolga a bizottságnak. Igen, az összetett, rendkívül összetett a munka, igen, és a feladat. Igen, hát oktatás, kultúra, sport, ugye hát ez végül is elég sok részből áll össze, és gazdag élet Dunaharasztin. Köszönöm, hogy eljöttél, én így beszámoltál nekünk. Nagyon szívesen voltam. Programokról, lehetőségekről. További minden jót kívánok. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet.